Köszönöm szépen. Azért is magyarul, mert hogy két olyan megjegyzésem van, amelyek magyar vonatkozásúak. Az egyik az az, hogy itt az előbbi kerekasztal során elhangzott voltak éppen a pozitív konklúzió, tehát hogy a közjó megvalósítása és a közjó irányában való további gondolkodás és cselekvés. Most ugye magyarul azt mondjuk, hogy közgazdaságtan, tehát nem csak azt mondjuk, hogy gazdaság, hanem közgazdaság, tehát eleve a névben is benne szerepel, hogy mi a feladata, vagy mi a tiszta közjó megvalósítása. Tehát azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon sokat lehet tenni, és nagyon kifejező a magyar név. A másik pedig, hogy ugye egy nagy nyomatékkal elhangzott, amit mindjárt tudunk, csak lehet, hogy Magyarországon nem mindenki, hogy a legfontosabb tény az ember, és következésképpen milyen borzasztóan fontos, hogy kicsit a felsőoktatás irányába is elmozduljak, a humán tudományok, meg a társadalomtudományok szerepe. Tehát nem csak a természettudományok azok, és nem csak a természettudományos felsőoktatás az, amit fejleszteni érdemes, hanem én azt gondolom, hogy rendkívül fontos a humántudományokkal és a társadalomtudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézmények vagy szakoknak a fejlesztése is, mert enélkül én azt gondolom, hogy igazi fejlődés az elképzelhetetlen. Úgyhogy én magam is még egyszer megköszönöm Bíboros úrnak a részvételt, azt hiszem, nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára, és végezetül engedje meg, hogy átadjam egyetemünk legmagasabb kitüntetését, az Ezüst Korvinát, ami, ahogy már a bevezetőben is utaltam rá, szimbolizálja éppen a tudományok, a művészetek és a humanizmus nagy szerepét. Bíboros úrnál alkalmasabbat ennek átvételére elképzelni is nehéz lenne. Anch'io ricambiare almeno un segno di amicizia, non un premio, ma un segno di amicizia attraverso il simbolo del nostro Dicastero Vaticano. Én legalább egy baráti gesztussal szeretném visszanyozni ezt a gyönyörű díjat. A mi dicastériumunk jelképe az, amit szeretnék átnyújtani. Non è un simbolo religioso cristiano, questo è curioso, ma si trova nella Cappella Sistina ed è la Sibilla Delfica dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina. Ez nem egy vallási szimbólum érdekes módon, hanem a Sixtusi kápolnából a delfoi Sibilla képe, Michelangelo freskói alapján. La Sibilla che rappresenta la cultura, l'intelligenza, il sapere e difatti c'è la fiamma che illumina e una sorta di angelo che comunica l'ispirazione come dono divino, il sapere dono divino. Lui jelképezi a tudást, a megismerést, a bölcsességet, és egy angyalféle jelképezi a sugallatot, ami érkezik számára. Naturalmente c'è anche il simbolo del libro, che è la trasmissione della cultura, e qui anche nel Corvinus d'argento, visto è il libro, il segno fondamentale. És természetesen nem hiányozhat a könyv, mint a tudás továbbadásának szimbóluma, amit a Corvinus Dion is megláttam. Io vorrei ancora ringraziare il rettore, ringraziare la professoressa per le sue parole, il rettore Pasmani, tutti voi, e vorrei ricordare a voi questa sera, quando io ritornerò a Roma, sarò a Roma, io abito proprio avendo di fronte la cupola di San Pietro e il colonnato del Bernini. Per cui in quel momento, questa notte, quando sarò a Roma, ricorderò questo mio passaggio da Budapest particolarmente caro e soprattutto ricorderò questi volti giovani che sono l'ultimo mio ricordo di Budapest. Még egyszer szeretném megköszönni rektor úrnak, Szuromi rektor úrnak is, illetve professzorasszonynak, aki a mai szekciókat vezette, a kedves szavakat és a díjat, és szeretném elmondani, hogy ma este, amikor hazatérek Rómába, a lakásomból a Szent Péter Bazilika kupoláját látom, és Bernini oszlopsorát, és
Budapestre fogok gondolni, erre a kedves látogatásra, és a sok kedves fiatal arcra, amit itt láthattam. Arrivederci.